szemkontaktus, keresztbe font karok, bokakulcsolás és számos olyan mozdulat, amely sokkal többet árul el rólunk, mint gondolnánk. A témában a vendégünk Gáspár Ágnes, protokollszakértő. Jó reggel. Jó reggel. Szép napot kívánok. Árulkodjunk, vagy ne árulkodjunk a testbeszéddel? Vagy csapjuk be saját magunkat, vagy be tudjuk-e csapni egyébként, hogy teljesen másképp működünk mondjuk testbeszédileg, mint amit mondjuk egy másik fél gondolna. Lehet ezt trenírozni? Használjuk. Mindenféleképpen a kommunikációnak egy nagyon-nagyon nagy jelentős része a nonverbális kommunikáció, egyik kedvenc témám egyébként, pontosan azért, mert sokkal nagyobb a jelentősége annál, mint ahogy sokan gondolják, és ezért öntudatlanul használják. Na most, amikor öntudatlanul használjuk, vagy öntudatlanul történnek az események, akkor ki, az okos ember, az kiolvassa a történetet. Viszont... amikor okosan gondolkodunk és odafigyelünk a dolgokra, vagy belülről jönnek a dolgok. Tehát ezek nem külső, sokat tudunk külsőleg is segíteni. Hát például, ha pókerarcot kell használnunk, akkor az jól jön, nem? Hogyha megadott pillanatban. Én mindig azt mondom, hogy az őszintesség a legfontosabb az én életemben, és abban még nem fér bele a pókerarc. Igen, van pillanat, én sem szoktam használni, nem is szeretem, de van az a pillanat. A Rékáról most mit mondhatunk el az ő viselkedéséről, testtartásáról? Szerintem egy picit zárkózott. Bocsánat, hozzáteszem, hogy ennek azért vannak olyan okai, hogy... Hogy a farmer szoknya? Igen, picit rövid, és azért... Pontosan, rövid. És talán az ülés is olyan. Tehát azt tudtam mondani, hogy egy picit a védekező is, és a maga a fotel is problémás. Tehát ilyenkor... Nekem a keresztbe rakott lábam, ez egy abszolút kényelmű pozíció egyébként. Igen, de azért is, mert nagyon alacsony a fotel, és ezért is alkalmazkodunk a helyzethez. Viszont nekünk, ugye, hogy mennyire tudjuk befolyásolni a nonverbális kommunikációt, arra viszont oda tudunk figyelni, hogyha olyan egy helyzet, akkor egy picit tudunk korrigálni magunkon. És miért? Azért, hogy jól érezzük magunkat, és tényleg belőlünk jöjjön az a kommunikáció, az az információ, amit szeretnénk magunkról leadni. Itt van például az a kommunikáció, hogy most a Réka meg akart szólalni. Ugye én sok esetben nem érzékelem, vagy éppen hallom azt, hogy levegőt vesz, vagy megérint, vagy érzékelem, hogy előre hajol. Igen, és ő most nagyon-nagyon szeretne valamit mondani. Igen, és az, hogy mindent megpróbálok, és néha így rám néz. Hát igen, mondjuk próbálsz jönni előre. Nagyon érdekel ez előre. A téma, és én sokat olvastam már elő. Hogyan igen. tudjuk ezt a fajta készségünket fejleszteni? Mondjuk, mint én. Én például tényleg... Te nagyon szeretnéd, ezt tudjuk. Jó a kérdés. Szét kell bontani, mint a tánclépéseket. Lépésről lépésre, tehát részeket. Tehát az, hogy mennyire megvizsgálom önmagam, mennyire figyelek oda a másikra, amikor beszélgetek vele. Nem lesz ez mondjuk maníros? Nem, először az önvizsgálat az semmiféleképpen sem maníros. Nem, amikor ezt betanultan csinálják. Nem, hogyha vannak ezek a nagyon amerikai dolgok, ugye, hogy jó, meg úgy köszönök, igen, száz meg mosoly, az a smiley, és igen, az nem. Ezt én mindig is hangsúlyozom, hogy ami belülről jön, az az igazi, de viszont, hogyha átgondoljuk magunkban, hogy mire figyeljünk oda, mert önkéntelenül esetleg van, aki csak olyan nagyon ösztönösen gondolkozik, vagy teszi a dolgokat, azért nem. Viszont ha elsajátítja, akkor az már nem manír, hanem belülről jön. Mint ahogy a mosoly is, tehát ezt mindig hangsúlyozom, az a csíz, az csak ezeket az izmokat mozgatja meg, viszont amikor belülről mosolygunk, akkor a szeme jó is mosolyog mindenkinek. Az és az összes szép izom, az megmozdul. Szerintem a Réka így szokott aludni ebben a mosolyban. Mindig mosolygos gyerek voltam, szóval ez nem egy ilyen felvetés. Szerintem ezt megtanultad a modellkedésben, nem? Nem. Mert ott is van, milyen, amikor ilyen szigorúan kell mennetek a kifutón, az milyen arc? Nem, azért nekem mindig azt mondták, hogy ne mosolyogjak, mert én mindig mosolyogtam, és én nem tudtam úgy menni. Én nem is voltam kifutón sokat, sem az alkatom nem volt megfelelő, sem a magasságom nem volt megfelelő. És a verbális kommunikációd? Vagy nem verbális? Igen, ott az volt a jelentőség, hogy kívülállóként én nem szerettem ezt a trendet, amikor ezzel a nagyon borzasztóan merev, szinte szoborszerű arccal jöttek ki a modellek, hogy az volt a trendi, gondolom, nem tudom pontosan, hogy érvényesüljön a ruha, és mint egy bábú, csak megmozdul, mint egy kirakati bábú. Na most nekem ne kirakati bábú legyen, hiszen egy gyönyörű nő, egy belső gondolkodással, érzelmekkel teli, és erre szoktuk azt mondani, hogy egy ruhát nem hordani, hanem viselni kell. Igen, a testbeszédben például. Hogyan tudjuk jobban felvenni magunkra? Nagyon nehéz mellette megszólni. Én már megint próbálkoztam. Most neked akarok segíteni a testbeszéd, hogy tudja mondjuk egy nő felhívni magára a figyelmet, ha mondjuk szingli, mint ahogy a Réka.
Attól függ, hol vagyok. Egy társaságban, egy férfiak társaságában kiszúr egy férfit, és annak a férfinak ő igazából szeretne imponálni, szeretné magát megmutatni, és a klasszikus hajcsavaráson kívül soha nem milyen mozdulatok van? Nem? Először inkább elmenni a háttérbe? Hajamat biztos nem csavargatnám. Oké, okay, de akkor pont azért beszéljük meg, hogy milyen először is én azt mondom, hogy a kémia az az első, amit megérez valakit, tehát ezek a feromon hormonok, amik dolgoznak, az rögtön már két ember kapcsolatát már megállapíthatjuk, hogy létrejön. És utána, amikor már egy nő okosan hozzászól a dolgokhoz, hogy mosolyog, hogy olyan felhőtlenül lazán megnyilvánul a társaságban, és nem direkt, mint ahogy egy diszkóban, egy éjszakában elmegy az ember, és sistereg a levegő attól, hogy a nők és a férfiak is ilyen így egymásra. Tehát ez attól van, hogy szépen kialakul. Parancsolj! Azt szeretném kérdezni, hogy nekem nagyon sokszor azt mondták, és én ezzel nagyon ki tudtam akadni, amikor voltam egy párkapcsolatban, ami mondjuk nem úgy alakult a végén, nem is olyan régen, hogy ahogy szerettük volna. Jó pár ilyennek is. Lebeszéljük ki. Tessék. Köszönöm szépen. Nagyon sokszor megemlítették azt, hogy rajtam nem látszik. Én nem mondtam eleget azt, hogy hiányzol, szeretlek. Mondjuk ott még nem tartottunk. Mindig azt mondtam erre, hogy én tettekben nyilvánulok meg. Én pont ebben a nem verbális kommunikációban. Tehát, hogyha valaki figyel a másikra, különben nagyon sok mindent le lehet olvasni. De valaki nem nagyon partner ehhez. Tehát vannak nem olyan férfiak... A férfiak jobban szeretik, ha kimondják ezt a nők. Mert ez így igaz. Visszatérve arra, hogy lehet egy nőnek felhívni a figyelmet, igen, magára. Egy férfi, nagyon nehéz, mert nem mindenki olvassa ezeket a jeleket, pont azért, mert a férfiak egy picit elvárják azt, hogy kimond, hogy nekem hiányzol. De egyébként hadd szólaljak most én meg, azért a férfiak szeretik az elérhetetlent. Tehát az, aki rám kapaszkodik, az szerintem nem olyan érdekes. De van olyan a mai világban egyébként, hogy elérhetetlen? Mert én viszont a mai fiataloktól azt mondom, hogy már nincs ilyen. Tehát igazából már minden trükköt tudnak. Szerintem van olyan nő, és én reménykedek abban, hogy a fiatalabb generáció is így gondolkodik, és ez a legfontosabb, mert a tucatot, aki rám akaszkodik, abból válasszak, most bocsánat, ez elég sértő, vagy olyan, aki érdekes, aki önmagában is egy egyéniség, nem attól lesz valaki, hogy párja van, hanem inkább a párjától kap nagyon nagy elismerést, és nagyon sok mindent. Most azért ezt hagy kapcsolódjak még ehhez, hogy kimondani, vagy nem kimondani. Tehát, hogy a kommunikációról van szó. A nonverbális kommunikáció jelentősége óriási, viszont hogyha már olyan egy kapcsolat, akkor igenis mondjuk ki, és igenis azt az egy-két szót, hogy te fontos vagy nekem, hogy te milyen fantasztikus vagy. Tehát nagyon fontos, és én például el szoktam mondani, hogy minden nap egy ajándék, hogy veled vagyok. Ezt is tudom mutatni. Én ugyanezzel egyetértek, csak ennek ki kell alakulni a két ember között, ez nem rögtön indul be. És amikor még a csirájában ezt megölik, hogy így rajtam nem látszik, dehogy nem. Azon nevetek, hogy nincs kinek kimondani, pedig már annyira kimondaná. Ne erről beszélgessünk, igen, még arról beszélgessünk, hogy lehet rájönni. Most én kérdezek, jó? Tehát mind nőket, mind férfiakat érint azt szerintem nagyon sok esetben, hogyha mondjuk kedvesek vagyunk, nyitottak vagyunk, azt nagyon sokan félreértik, tehát belelátnak többet, hogy férfiak és nők mondjuk ebben hogyan tudunk lépni, hogy az a fajta kedvesség, amit mondjuk a Réka vagy én mondjuk teszek más emberek felé, az ne feltétlenül, hogy párkapcsolati szinten merüljön fel a másikban. Ennek mindenféleképpen az a titka, hogy valahol sugalljuk azt, hogy hol a határ. Tehát az a fajta nyitottság, saját magam is ezt gyakorlom, hogy annyira nyitott vagyok, szeretem az embereket, a hozzáállásom is olyan, de aztán egy ponton megáll, és ezt kénytelen majd érzékelni. Ezt sajnos észre kell venni, hogyha valaki például már tovább gondolkodik. Akkor viszont ott van az a határ, amikor megállunk, és akkor már olyan nonverbális jelekkel, hogy már egy picit visszafogunk, hogy amikor találkozunk, már ne olyan nagy széles karral kitárulkozni. Tehát vannak olyan nagyon finomak, amivel még nem tudjuk meg, és nem is akarjuk megsérteni a másikat, viszont apró jelzéseket tudunk adni. Én tudok elutasító lenni, úgyhogy leszek is a jövőben. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.